Köszöntöm nézőinket, önök a Szombathely Ma című műsort látják, és benne reményeink szerint ezúttal is érdekes témákkal találkoznak majd. Elsőként egy beszélgetést hallgathatnak az egyenlő bánásmódról, azután majd a város polgármestere értékeli az elmúlt hét fontosabb eseményeit, végül pedig egy újabb beszélgetés következik, ezúttal a vízvilágnapjáról, illetve fürdőkultúránkról. Egyenlő bánásmód, ahogyan ígértem is, köszöntöm itt a stúdióban dr. Jújárt Ágnes, egyenlő bánásmód referens. Hát ez egy érdekes elnevezés, vagy egy érdekes titulus, én azt gondolom. Sokan tudják, sokan hallottak róla, sokan ismerik, de én azt gondolom, hogy vannak sokan, akik viszont nem ezt a bizonyos egyenlő bánásmód hatóságot. Először ezzel ismertesse meg egy kicsit minket. 2004-ben jött létre, úgy tudom maga. Igen, nagyon jók az ismerete, igen. Köszöntöm a nézőket. Igen, szeretném megismertetni ezzel a Magyarország egyik legfiatalabb hatóságával a közönséget. 2004-ben egy Európai Uniós elvárás hozta létre Magyarországon is ezt az önálló hatóságot. Budapesti központtal kezdte meg a működését, majd pedig 2009. szeptembere óta egy TÁMOP 5.5.5 projekt keretében van arra lehetőség, hogy most már a hatóság minden megyében egy-egy kapcsolattartót, egy referenst is igénybe vehet, és ezáltal egy kicsit közelebb kerülhet a panaszosokhoz. Miért is volt arra szükség, hogy, ahogy mondja is, hogy önálló hatóságként működjön? Az Európai Unión belül nagyon egyre nagyobb hangsúlyt kapott az a célkitűzés, hogy minden államban működjön egy olyan hatóság, vagy egy olyan szervezet, amelyik kifejezetten a diszkriminációs jogsértéseket vizsgálja ki, mivel az Európai Unióban adat merült fel arra, hogy ezek a jogsértések sajnos egyre gyakoribbak, és ez egy fő célkitűzésé vált, és mivel hazánk is uniós tagállam, ezért az ő részére is ez egy kötelezettség volt. 2009 óta önhöz fordulhatnak, igen, azok, akik valamilyen jogsértést tapasztalnak. Voltaképpen mi is számít jogsértésnek? Mi az, amivel felkereshetik önt? Hát nagyon-nagyon széles itt, amit a törvény felsorol, a skála. A legjellemzőbb eseteket szeretném ismertetni, talán azért is lenne ez fontos, hogy tényleg akik nem ismerik ennyire a jogszabályokat, ők is felismerjék, hogyha egy ilyen jogsértő cselekedet történik velük. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény hasonlóképpen, mint a büntető törvénykönyvben vannak bizonyos tényállások, hogy lopás, csalás, stb. Ehhez hasonlóan az egyenlő bánásmódról szóló törvény is nevesít bizonyos jogsértéseket, melyek ezek: megtorlás, zaklatás, jogellenes elkülönítés, közvetlen hátrányos megkülönböztetés és közvetett hátrányos megkülönböztetés. Kimondja azonban a törvény, hogyha nem is erről az öt esetről van szó, amit mindjárt röviden, ha van rá lehetőség, ismertetni. Hogy ne, sőt, kérném rá, hiszen ezek a hivatalos elnevezések nem mindenki számára ismertek. Ez így van. Ismertek. Viszont, hogyha olyan jogsértés merül fel, amely sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ám de ennek az ötnek valamely okból nem felelne meg, abban az esetben is érdemes hozzánk fordulni, esetleg lehetséges eljárást indítani. Most akkor nagyon röviden ezekről az esetekről. Talán a zaklatással kezdeném azért, mert a médiában talán ez a legismertebb. Legtöbben elsősorban szexuális zaklatással társítják ezt a kifejezést. Nem kifejezetten csak ilyen esetekről van szó természetesen. Ebben az esetben, mint egyébként a hatósági eljárás legnagyobb részében, egy úgynevezett védett tulajdonság szükséges. Nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni a védett tulajdonságot, hogy van egyfajta olyan tulajdonsága a panaszosnak, ami miatt érzi úgy, hogy őt valamilyen hátrány, valamilyen megkülönböztetés éri. Például a kisgyermekes édesanyja, a származása, a vallása, a politikai nézete, a nemzeti etnikai kisebbséghez való hovatartozása. Ez egy nagyon hosszú felsorolás, amit a törvény felsorol, de a vége a felsorolásnak az, hogy vagy egyéb helyzete, ami azt jelenti, hogy ez nem egy zárt felsorolás, hanem ezeken kívül is merülhetnek fel olyan szituációk, amely esetben sajnos, amivel összefüggésben jogsérelem éri a panaszosokat. Ez a zaklatás. A zaklatás konkrétan arról szól, hogy van egy védett tulajdonsága rendelkező illető, és vele szemben egy ellenséges, megalázó környezetet, bánásmódot igyekeznek kialakítani. Történt például az, hogy volt egy gyár,
ahol a munkáltató kifüggesztette a 30 napnál tovább keresőképtelen állományban lévő dolgozóknak a listáját. Most ugye ebben az esetben mi volt nyilvánvaló a burkolt célja a munkáltatónak, hogy azokat a dolgozókat úgymond hergelje a táppénzzel lévő dolgozókkal szemben, hiszen ők azok, akiknek túlórázni kell, ők azok, akik helyettük is húzzák az igát, kvázi egyfajta ilyen úgynevezett lógós vagy szégyenlistaként próbálta ezt ugye kifüggeszteni, és ugye ebben az esetben tehát ugye a keresőképtelen állományban lévőkkel szemben egy ellenséges bánásmódot kialakítására törekedett a munkáltató, itt született is elmarasztaló határozat, tehát ezt nevezzük zaklatásnak. Mi a következő kategória? A közvetlen hátrányos megkülönböztetés, ez a hétköznapi nevén diszkrimináció. Ez a másik, amelyik talán a leggyakrabban fordul elő. Ebben az esetben is van egy védett tulajdonsággal rendelkező panaszosunk, akit ezzel a tulajdonsággal összefüggésben ér valamely hátrány. Leggyakoribb példája ennek, hogyha mondjuk egy állásinterjú esetén valamely védett tulajdonsága miatt nem vesznek fel egy panaszost, pedig arra az állásra például alkalmas lenne. Beszélhetek itt akár egy kisgyermekes édesanyáról, egy többgyermekes édesanyáról, vagy esetleg egy nemzeti etnikai kisebbséghez való hovatartozásról. Ebben az esetben elég gyakran sajnos előfordulnak, nagyon gyakran előfordul életkor alapján történő hátrányos megkülönböztetés akár a foglalkoztatás területén. Ezek mind például ide tartozó esetek. Mi a következő? Jogellenes elkülönítés, szaknyelven szegregációnak azt tekintjük, amikor valamely védett tulajdonsággal rendelkező csoportot, annak ellenére, hogy erre nincsen törvényi felhatalmazásunk, elkülönítünk a többiektől. Nagyon röviden szó szerint iskola példaként tudnám említeni. Most már talán egyre visszaszorulóbb félbe van korábbi években. Szervezés alapján indítanak igen, esetleg osztályt. Igen. Ez ilyen esetekben állapított meg jogsértést a hatóság. A közvetett hátrányos megkülönböztetés nagyon röviden ismertetném, mert ez nagyon ritka. Többek között azért, mert nagyon nehéz tetten érni. Itt van egy látszólag semleges intézkedés, ami mindenkire vonatkozik, ám de az eredménye mégiscsak az, hogy valamely védett tulajdonsággal rendelkező szemét vagy csoportot hátrányosabban érint. Például egy munkáltatói intézkedés, egy munkarend meghatározása során az az egész gyárra vonatkozik, ugyanakkor például úgy van kialakítva a munkarend, hogy a kisgyermekes anyukák nem tudnak elmenni a gyermekükért óvodába, érte sem tudnak menni, tehát hogy egy látszólag semleges intézkedés, és mégis van, akit ez sokkal súlyosabban érint, mint a többieket. Tehát burkoltan akarunk megszabadulni esetleg. Hát elnehezíteni, igen, a helyzetüket. A legutolsó, a megtorlás pedig, ez talán a legközelibb megfogalmazás legjobban mutatja, hogy mit is takar ez a fogalom. Ebben az esetben arról van szó, hogyha valaki fellép a saját jogai érvényesítése miatt, az egyenlő bánásmód hatósághoz fordul, vagy bírósághoz fordul, és emiatt éri őt utána hátrány. Ugye sajnos nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy elindít egy hatósági eljárást valaki, és utána mondjuk egy határozott idejű munkaszerződését, amit egész eddig meghosszabbítottak, nem hosszabbítanak meg, vagy mondjuk egy felmondást közölnek vele. Ugye ebben az esetben ez egy hátrány, ami őt adott esetben ezért éri, mert hogy ő a hatósághoz fordult. Amit viszont itt ki szeretnék emelni, hogy ez nem csak a panaszosra vonatkozik, tehát hogyha én egy kollégámnak elmegyek tanúskodni az ügyében, hogy segítek neki, hogy kiderüljön az eljárás során, hogy milyen jogsértés történt, akkor abban az esetben engem is megillet tanúként ez a védelem, megtorlás miatt én is eljárást indíthatok a munkáltatóval szembe, ha engem emiatt valamilyen hátrány ér. Itt Vas megyében, Szombathelyen mi a legjellemzőbb, milyen ügyekkel fordulnak leggyakrabban? Az egészségügyi állapot jelenleg a vezető, úgymond védett tulajdonság, amivel hozzám fordulnak. A legjellemzőbb ügyek ebből kerülnek elő. Itt ez alatt érthetünk olyan szituációkat is, amikor mondjuk valaki a fogyatékosságára tekintettel ér hátrányos megkülönböztetés, ilyen jellegű panaszaink is voltak, illetőleg speciális nevelési igényű gyermekek esetében a szülők kerestek meg panaszukkal, amikor a gyermek részére az adott oktatási intézmény nem biztosította azt az ellátást, amit egyébként mondjuk a jogszabály vagy a vizsgálóbizottsága részére előírt. 2009 óta nő vagy csökken az ügyek száma?
Hát sajnos egyik oldalról, sajnos másik oldalról örömmel vesszük tudomásul azt, hogy nő az ügyeknek a száma. A sajnos az ugye azért, hogy a jogsértések száma ez egyre növekvő, viszont abból a szempontból örömtelibb, hogy talán már az emberek egyre inkább tudják, hogy hova érdemes fordulni, hogyha ilyen jogsértés éri őket, akkor kit érdemes keresni. Ebben talán a most futó televíziós kampány is biztosan sokat segít. Egyet áruljon még el, hogy pontosan hol kereshetik önt, akik mondjuk most hallanak minket és szeretnék esetleg felkeresni. Nagyon köszönöm a lehetőséget. Szombathelyen több helyszínen is tartok ügyfélfogadást. Egyrészt a Vas megyei Család Esélyteremtés és Önkéntes Házban a Kiskar utca 5 szám alatt lehet engem megtalálni, a Vas megyei Kormányhivatal munkahelyi központjában, a Hunyadi út 45 szám alatt, illetőleg a Regionális Szociális Forrás Központ Nonprofit Kft. Épületében a Szombathely 11-es Huszár út 116-os szám alatt meghatározott időpontban tartok ügyfélfogadást, de ha ott valaki érdeklődik, akkor útban fogják igazítani, hogy mikor vagyok ott megtalálható. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm hogy befáradt hozzánk. Most pedig következzen a város polgármesterének heti értékelője. Köszöntöm a Szombathelyi Televízió kedves nézőit! Önök a Péntektől Péntekig című villámbeszélgetést látják állandó helyszínünkről, a Városházáról, állandó vendégünkkel, egyben házigazdánkkal, dr. Puskás Tivadar, Szombathely megyei város polgármesterével. Köszöntöm, polgármester úr! Üdvözlöm a nézőket! Polgármester úr, legutoljára március 14-én csütörtökön beszélgettünk, amikor is Szombathely készült a március 15-i ünnepségekre. Az időjárás azonban a programot egy kicsit átrendezte. Végül is hogyan alakultak az ünnepségek Szombathelyen? Csütörtökön indult volna a skanzenben egy huszár találkozóval, de ezt elfújta a szél, hogy egészen stílszerű legyek. Úgyhogy este a 25 éves Csík zenekar tartotta nagyszerű koncertjét, magam is ott voltam. Az örömbe üröm volt számukra, hogy következő nap Kossuth díjat kaptak, csak sajnálatos módon nem tudták elhagyni a megyét, illetve a megyéből még csak elmentek, de nem értek oda a díjátadásra, de hát ettől gratulálok neki, ettől még gratulálok nekik, és hát mindenképpen jó helyre került. Az Omega együttes mellett a Csík zenekar volt a másik muzikális együttes, aki megkapta a Kossuth díjat. Mi történt még Szombathelyen? A következő nap, tehát március 15-én jelentős nagy szél volt, úgyhogy a koszorúzásokat azt mindenhol megtettük, tehát minden helyszínen, de a szabadtéri ünnepséget azt a Vörös Sándor Színházban tartottuk meg. Jelentős számú résztvevő volt, néző volt a rendezvényen, nagyszerű hely volt a színházban, úgyhogy a szemértó körülmények között emlékeztünk március 15-ére. Utána még délután szokás szerint elmentem a vasegerszegi Markusovszki ünnepségre. Hát itt is a sírhoz nem lehetett kimenni, de a Markusovszki kastély oldalán megkoszoroztuk a Markusovszki emléktáblát. Hát ugye a hétvége, aztán olyan volt, amilyen, ezt mindenki tudja, hogy mondhatnánk, hogy katasztrófa helyzet volt Magyarországon. Mi Vas megyében itt kimaradtunk ebből szerencsére. Egy fiahónám volt, ezt persze nem hitték el a többiek. Minden esetre készültünk mi is a fővárosba, de a híreket hallván, hogy milyen idő lesz, nem indultunk el végül. Felhívták a figyelmünket arra, hogyha tehetjük, ne menjünk, ne utazzunk. Mi is szerettünk volna elmenni a fővárosba, nem tettük. Polgármester úrnak komoly tapasztalatai vannak a vészhelyzetek elhárításában, kezelésében. Szakemberként hogyan vélekedik az ország teljesítményéről? Az a véleményem, hogy mindenféle ilyen katasztrófa helyzetben, tömeges baleset esetén a munka az első. Akinek kint a terepen kell dolgozni, annak a terepen kell dolgozni és összefogni, akinek az irányításba kell dolgozni, annak az irányításban kell dolgozni. Aztán később,
a történtek után, hogy megoldódott a helyzet, utána le lehet vonni a tanulságokat. Egyet nem lehet csinálni, amikor még zajlik az esemény, akkor beleszólni, akkor nem összefogni, hanem kritikát gyakorolni. Ez nem visz előre, ez csak békétlenséget okoz. Dicséret és köszönet mindenkinek. Köszönet azoknak, akik részt vettek a mentésben, és köszönet azoknak is, akik elszenvedői voltak ennek a helyzetnek, de fegyelmezettek voltak, nem volt pánik, és szerencsére sikerült azt a két fő dolgot megtenni, ami ilyenkor a hatóságoknak a feladata. Emberéletben nem esett kár, meg anyagiakban nem esett kár. Úgyhogy eredmény tekintve én úgy gondolom, hogy maradéktalanul teljesült az igény, és teljesítették a hatóságok feladatukat. Polgármester úr, a katasztrófa helyzettel kapcsolatos dolgokat kiértékelték ugye a parlamentben is. Igen, azzal folytatódott a parlament, illetve a hóhelyzet azzal folytatódott, hogy a parlamentbe is begyűrűztek ezek a hóbuckák. Hát én ott is úgy gondolom, hogy a szakemberek azoknak a véleménye egyértelmű volt. Meg kell oldani a helyzetet, utána, hogyha voltak, mert minden ilyen történés után vannak persze kifogásolható dolgok biztosan, akkor azokból le kell vonni a tanulságokat. De ez nem politikai kérdés, ez szakmai kérdés. Az, hogy a parlamentben erről szó volt, az nyilvánvalóan azért jó, hogy fölhívja a figyelmet erre a védekezésre, felhívja a figyelmet a katasztrófa elhárítás igen fontos dolgára, de szakkérdésekben én úgy gondolom, hogy politikusok ne avatkozzanak bele, és ne mondjanak véleményt róla. Hát nem minden politikus társam volt olyan, aki ezt betartotta. Polgármester úr említette az összefogás fontosságát. Nos, ezt itt is megtapasztalhattuk, ahol a herényi kismamák fogtak össze egy számukra nagyon fontos cél érdekében. A héten volt fogadóóra, és hát szokásos, szóval a problémák jelentős része előkerült most is, amelyek az emberek egyéni sorsainak nehézségeit mutatják. Ezen kívül a két héttel ezelőtti fogadóórán a Herényi Kismamák klubja jött azon segítségért, hogy ők ott egy játszóteret szeretnének kialakítani, illetve felújítani Herényben. A munkát elvégzik a férfiak, természetesen a hölgyek voltak tárgyalni. A munkát elvégzik a férfiak, azt kérik, hogy az önkormányzat az anyag, tehát az építőanyagokban segítsen. A héten jöttek el, és került olyan helyzetbe ez a beruházás, hogy jó hírt mondhattunk, elkezdődik hamarosan, ahogy az időjárás engedi, a felújítása a játszótérnek, és jelentős összeggel járul hozzá az önkormányzat már az anyagok megvételében. És az ottani férfiak, apukák pedig jelentős összegű munkával segítik ezt a dolgot. Én gondolom, ezzel az összefogással is hasonló dolgokkal mehetünk előbbre, és hasonló összefogással tudunk példát mutatni a gyerekeinknek is, és szépíthetjük a városunkat. Nagyon sok programja volt a polgármester úrnak a héten, több sajtótájékoztatón is részt vett, ezek közül az egyik volt a Gyesev sajtótájékoztatója. 410 millió forintnyi új Széchenyi terves fejlesztésről van szó. Ez a Szombathely-Szent Gotthárd villamosított vasútvonal mellett az állomásokon kialakítandó közlekedést befolyásoló átalakítások, illetve beruházásoknak a bemutatása történt meg.
10 állomáson, illetve állomás környékén parkolóhelyek építéséről, biciklitárolók építéséről volt szó. Szombathelynek ez azt jelenti, hogy Szombathely környékén, az állomás környékén kialakítanak 100 körüli autóparkolót, és majd 200 kerékpár tárolására alkalmas helyet. A GSF sajtótájékoztatóján kívül volt egy másik nagyon fontos sajtótájékoztató is itt Szombathelyen, ugyanis egy újabb, nagyon jelentős sportesemény kerül majd megrendezésre a Vasi megyeszékhelyen. Lazári Viktor alpolgármester úr vett részt ezen a sajtótájékoztatón. A lényege az, hogy az U20-as vízilabda világbajnokságot rendezzük Szombathelyen. Magyarországon 21 évvel ezelőtt volt ennek az elődje, került megrendezésre Sopronban. Most pillanatnyilag 16 ország 350 vízilabdása vesz részt augusztusban a karnevál előtti héten ezen a világbajnokságon. Ez nagyon fontos dolog a magyar vízilabdának, egy ünnepe lesz. A szombathelyi vízilabdának szintén ünnepe lesz, sőt, mi több, hát Szombathely városa megörül annak, hogy egy világeseményt rendezhet. Polgármester úr, biztos, hogy augusztusban majd bekerül Szombathely az országos médiába a világbajnokság kapcsán, viszont most is bekerült egy más eset kapcsán. Hát így lehet bekerülni az országos médiába. Összesen 806 utcanévtáblát gyártottak le. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben több figyelmeztetést kaptunk, hogy itt-ott, ott a városban tönkrementek az utcanévtáblák. Fölmérettük az utcanévtáblák állapotát, és végül megállapították a szakemberek, hogy 806 olyan utcanévtábla van, amit cserélni kell. Eljutottunk oda, hogy 805 elkészült, és fölrakták, a 806-odikat megtartották nekem, és ennek felszerelése kapcsán mondhattam el, hogy ez 12 millió forintba kerül, mondhattam el, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy a városnak a megjelenése, a külcsínye olyan legyen, amely mindenkinek szemre való. No hát, úgy került be ez az amúgy szerintem lényeges dolog az országos médiába, hogy az a névtábla, utcanévtábla, illetve hát körútról szóló névtábla az helyesírási hibával készült. Azt kértem ott, amikor hát megtettük ezt a szerelési munkálatot, hogy cseréljék már ki. Természetesen következő nap reggelre kicserélték az utcanévtáblát, de hát a sajtó ugye ebben nem a 806 táblacserét értékelte, hanem azt, hogy helyesírási hiba van a táblán. Polgármester, a sajtó is, a kámoniak is és a szent királyiak is nagyon pozitívan értékelték azt a döntést, ami egy fontos kérdésben született meg és velük kapcsolatos. A két területnek a képviselője kezdeményezte azt, hogy tárgyaljuk meg, hogy a biofűtőműveknek a beruházásának a sorsa mi lesz. Végül a tisztségviselői értekezleten ezt megtárgyaltuk, és azt a döntést hoztuk, hogy nem folytatódik a beruházás. Erről volt egy sajtótájékoztató, nyilvánvalóan ez közgyűlési hatáskörbe tartozik majd, de hát a városvezetés kinyilvánította azon szándékát, hogy természetesen az emberek, a lakók ellen semmit nem kíván tenni. Ha ők nem akarják, hát akkor nem tesszük. Polgármester, a beszélgetésünk elején már beszéltünk a Vörös Sándor Színházról, ahol ugye a március 15-i ünnepségeket rendezték, viszont a hét folyamán volt egy másik esemény is a teátrumban. A Krúdi teremben az István Lajos díj átadása volt. István Lajos közéleti ember volt, és kitűnő orvos, európai hírű, sőt világhírű orvos. István Lajosnak mindig az volt a véleménye, az volt az arszpoétikája, hogy kötelező,
az értelmiségnek a társadalom kérdéseibe beleszólni és belefolyni. Három esztendeje István Lajos díj kiosztását végzi el egy civil társaság. Ennek a mostani ünnepsége volt. Ketten kapták szokás szerint az István Lajos díjat. Ez a életműdíj, Fűzfa Balázs az egyik, és Gráfik Imre a másik. Ők munkájukkal, életművükkel Szombathely, Vas megye hírét öregbítik, és az itteni kulturális élet nagyon fontos eseményei, nagyon, nagyon fontos szereplői. Polgármester úr az utcanévtáblán kapcsán már említette, hogy a sajtó szerepe. Hát a mai napon ugye találkozott polgármester úr a sajtó képviselőivel, mi pedig egy reggeli keretében. Sajtó reggeli című műfajon vettem részt. Ez mindenről szól, persze, csak a reggeliről nem. A lényege az volt, hogy az új Széchenyi terv beruházásairól, Vas megyei, illetve szombathelyi beruházásairól, ezeknek összefoglalójáról volt szó. Arról beszéltünk, hogy az utóbbi időben jelentős mennyiségű pénzösszeg, tehát több milliárd nagyságú pénzösszeg került ide, Vas megyébe került Szombathelyre. Elsősorban a közlekedésben, a munkahelyteremtést illető dolgokban, tehát például az LVK fejlesztés, például a Falkó újcsarnoka, például egyéb kisebb vállalatok újcsarnokának építésével, tehát a munkahelyteremtés, és amúgy pedig a város épületeinek javítása, rendbehozatala, az intézményeinek renoválása. Polgármester, az előző beszélgetésünk alkalmával is említést tettünk szépkorúak köszöntéséről, valamint aláírásgyűjtéséről. Ez alkalom is meg kell tennünk, igaz, hogy más témában kerül majd sor aláírásgyűjtésre itt Szombathelyen is. Mindig elmondom, hogy a szépkorúak biztosították számunkra azt, hogy van Magyarország. Az, hogy megkaptuk az országot és tovább adhatjuk utódainknak, az ő megbecsülésük nagyon fontos. A főtéren elindul az az aláírásgyűjtési akció, amely a rezsicsökkentés melletti aláírásgyűjtés. Egy kicsit paradox a helyzet, mert én úgy gondolom, hogy a rezsicsökkentés az mindenkinek az érdeke. Az, hogy kisebb összeget kell fizetnünk azért, hogy megélhessünk, ez magától adódóan egyértelműen a lakosság minden rétegén segítő dolog. Én úgy gondolom, hogy ha 10%-os is a rezsicsökkentés bármennyire, ez mindenképpen nagyon fontos dolog, mindenképpen olyan dolog, amelyre ha lehetőség van, akkor azt tegyük meg. Mindenkinek az életén javít, mindenkinek a körülményein javít. Polgármester, a beszélgetésünknek a helyszín, hogy a Városháza, és amikor ide érkeztünk, akkor szomorúan tapasztaltuk, hogy fekete zászló láng a Városházán. Mi ennek az oka? Gájer Tibor, ki a városnak az aljegyzője volt jó néhány esztendeig, illetve a hivatalnak az osztályvezetője, dolgozója, Gájer Tibor meghalt, és az ő tiszteletére és emlékére van a fekete zászló, a temetése a közeljövőben lesz. Polgármester, azt a bizonyos fekete zászlót elég viharos szél lengeti jelen pillanatban is. A meteorológiai előrejelzések szerint újabb rossz idő érkezik. Ezzel kapcsolatban mi a polgármester úr véleménye? A véleményem az, hogy az időjárás ugye olyan, amit nem tudunk befolyásolni. Szomorú dolog, hogy most így március vége fele már fagyoskodni kell. Azt ígéri a meteorológia, hogy különösen az ország keleti felében ismételten hóesés lesz, ismételten viharos szél. A viharos szél persze itt is lesz. Úgyhogy én mindenkit arra bíztatok, hogy maradjon otthon. Arra biztatok, hogy nehogy kialakuljon megint egy olyan helyzet, mint a múlt héten volt, mert az mindenkinek rossz.
tehát mindenki próbálja meg békében, barátságban otthon eltölteni a hétvégét, akinek nem kell feltétlenül útra kelnie, hát ne kelljen útra. Polgármester úr, köszönjük szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen, köszönöm a nézőknek a figyelmet. Kedves nézőknek köszönjük a megtisztelő figyelmet, műsorunkkal legközelebb egy hét múlva találkozhatnak a Szombathelyi Televízióban. Tartsanak akkor is velünk, a viszontlátásra! Március 22-én ünnepeljük a Víz Világnapját, és hogy ez a világnap, illetve maga az ünneplés és a program kavalkád vajon mennyit segít természeti kincsünk megőrzésében, hát erről szeretném én most először kérdezni mai vendégünket itt. Üdvözlöm Szűcs László urat, aki megyei közegészségügyi osztályvezetőként látogatott el ma hozzánk. Üdvözlöm én is a nézőket. Szóval ez a világnap, amit ugye 92 óta ünneplünk egyébként, tényleg segít? Én azt gondolom, hogy igen, azért, mert ezen a napon ráirányítja a figyelmet a víznek a minőségére, arra, hogy ez egy olyan kincs, amelynek a tisztaságát, minőségét meg kell őrizni, és ez nem múlhat kizárólag azokon a szervezeteken, hatóságokon, amelyek ezért tesznek és ezzel foglalkoznak, hanem mindannyian tennünk kell érte, akár azzal, hogy elkerüljük a szennyezését, és akár azzal, hogy a fürdőket úgy használjuk, ahogyan az a szennyezést csökkenti, illetve hát mérsékelhetővé teszi. A figyelem ráirányítás az évről évre megismétlődik, így történt ez a mai napon is, hiszen olyan előadást hallottunk a Fürdőszövetség elnökétől, amely végigvette a fürdőkultúráknak az ismertetését, és azt, hogy Magyarországon a víz kincs az elég jelentős európai viszonylatban. Bizony, azért ezt most hadd mondjam, hadd vessem közben, mert ez olyan nagyon szépen is hangzik, és jó is hallani ezt, azt gondolom itt az országban mindenkinek, hogy azt mondják ugye, hogy Magyarország fürdő, nyógyfürdő, nagy hatalom. Tudunk élni ezzel a hatalommal? Hát én azt gondolom, hogy tudunk élni, bár itt ennek a vetülete az nem közegészségügyi kérdés, hanem inkább gazdasági turizmus, és a mostanában elterjedő egészségturizmus az, viszont ami... ennek a bevételét, ugye, vissza lehet forgatni sok mindenbe. Tehát azt gondolom, hogy a fejlődés iránya ebben megindult, és jó irányba halad, és ezzel a kincsel egyre jobban tudunk élni. Ha megemlíthetem azt is, hogy a fürdőnek, illetve a víznek a használata az most már olyan önként vállalt egészségtudatos magatartás formákban is terjed, mint például a Kneippnek a vízhasználata, amire ugye most nem olyan régen létesültek olyan köztéri létesítmények, amelyekkel használatba lehet venni, tehát az is a fürdőkultúrának a jó irányba való terelését segíti. Hogy a fürdőkultúrát még egy kicsit segítsék, emeljék, fejlesszék, ugye itt van ez a kis tájékoztató is, amit nagyon sok gyerek megkapott, mert hiszen ez a fürdőkultúra oktatás, ez egy tulajdonképpen kvázi iskola modell keretében jutott el most a gyerekekhez. Milyen szándékkal? Igen, hát az előzményei az a tavalyi évre nyúlnak vissza, hiszen akkor született meg az az elhatározás a vízvizsgálati eredményeknek az értékelésével, hogy a fürdőknek az üzemeltetői gyakorlatilag mindent megtesznek, hogy jó minőségű és az egészséget nem veszélyeztető fürdővizet használhassanak az emberek. Ugyanakkor azt is lehetett látni, inkább jogosan feltételezni, hogy vannak olyan befolyásoló tényezők,
mint például a fürdők használóinak a magatartása, ami kedvezőtlen irányba hat. Ezt a feltételezést alátámasztották azok a több évre visszamenő vizsgálati eredmények is, hogy a bakteriális szennyezettség az tulajdonképpen, amikor a fürdőket megnyitják, akkor gyakorlatilag kifogástalan, viszont a használat során kifogásolt vizsgálati eredményeket kaptunk. És mik azok az alapvető dolgok, amik ugye ezt eredményezik, és amit a gyerekekkel szerettek volna most elsajátítatni, hogy ne történjen ez meg? Igen. Hát a magatartás oldaláról megközelítve azt tudom mondani, hogy ha ugye valaki attól függ, hogy milyen nadrágot használ, a víznek a fürdővízbe, a fürdés előtt használja-e a lábmosót, előtte zuhanyozik-e, hiszen a bőrfelületünkön azon számos baktérium, különböző mikróbák, gombák vagy vírusok is vannak, élettanilag is együtt élünk ugye számossal, és akkor, hogyha ez a fürdőhasználat előtti tisztálkodás, zuhanyhasználat vagy a lábmosó használat az nem történik meg, akkor ezt bevisszük a fürdővízbe. Az a kérdés vetődik fel, hogy nyilván ezáltal azok, akik a zuhanyzót nem használják, azokat másokat is veszélyeztetnek, de ő maga is megbetegedhet, mint ahogy ezt a tanulók körében végzett felmérés is bizonyítja, hogy ilyen megbetegedések bizony a fürdővíz használattól, hogyha csak mástól várjuk a szabályoknak a betartását, akkor ez bizony bekövetkezik. Többek között, amiről most beszélt, ugye az is benne szerepel ebben a gyerekeknek szánt kis kiadványban, ami majd emlékezteti őket mindarra, amit tanultak. Na de hát önöket is emlékeztetni fogja az, hogy mit tanultak a gyerekek, ugye mert hogy egy felmérést is végeztek, amit majd szeretnének aztán a későbbiek során újra ellenőrizni. Igen, az előzményként azt azért elmondanám, hogy a gyermekeknek az ismeretei a fürdő használatról, a fürdővíz biztonságáról, de beletartozik még a fürdő használatba a balesetveszélyeknek a kérdése is, hogy mit tudnak. Erről szólt ez a felmérés. És ezt követte egy olyan óra keretében, tanóra keretében folyó oktatás, amely a helyes fürdő használatot, magatartási szabályokat ismertette. Ez a felmérés azt mutatta, hogy a szülők oldaláról a fürdőhasználathoz biztosított eszközök kérdésében nincs különösebb gond, hiszen csak a uszodában használandó papucsot azt a szülők biztosítják. Igen nagy százalékban válaszoltak a tanulók úgy, hogy csak az uszodában használnak fürdőruhát, és azt máshol nem, vagy pedig ami kedvezőtlen a fürdővíz szennyezése szempontjából, hogy bermudát például nem vesznek fel. Tehát ezek a kérdések azok, amelyek tehát arra azt mondják, hogy a szülők ebben a kérdésben jól látják és biztosítják ezeket. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy az úszás, mint egy jó olyan mozgás és sport, amely nagyon sok szervünket egészségessé teszi, az egészség megőrzést segíti és a fittentartást segíti, az úszoda igénybevétellel az úszásnak a gyakorlás az nem annyira elterjedt a tanulók körében. Eléggé rossz eredményeket mutatott ez a statisztika a fürdőhasználatot megelőző zuhanyhasználat tekintetében, mert igen alacsony százalékban csak 15%-a a 282 válaszoló tanulónak használja rendszeresen úszoda és fürdőhasználat előtt a letusolást, szappanos lemosást. Érdekes, hogy amikor már kifelé jönnek
és haza indulnak, akkor ez jóval magasabb, ez az előfordulási arány, akkor már 40%-ban is használják. Ezt akartam kérni, hogy a beszélgetésünket valami pozitívabb dologgal fejezzük be, esetleg azt elárulja, hogy mi volt az, amit a legjobban tudtak a gyerekek, vagy aminél igazán nem volt olyan nagy szüksége erre az oktatásra. Azt mondhatom, hogy a baleset veszélynek az elkerüléséről az ismereteik nagyon jók voltak, ugye, itten mondhatom például a papucs használatot a csúszás veszély miatt, vagy pedig a csúszdának a használatát és annak a szabályainak a betartása, ami majdnem 90%-ban helyesen tudták és helyes magatartást is tanúsította. Ez a felmérés most elkészült, és akkor vissza is fogják ellenőrizni majd, hogy mennyire ért el ez a tudás. Igen, természetesen tehát így van értelme, hogy most megismertük azt az ismeretet, hogy mit tudnak, mi az, amit tudnak, de még nem tartják be, és az az oktatás, amin részt vettek, az mennyire formálja az ő magatartásukat, az egészségtudatos, megfelelő magatartásra, és hogy a fürdővíz higiénével is segítsék ennek a megvalósításával a víznek a megőrzését. Kíváncsian várjuk a következő felmérés eredményét. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm én is. Nézőinknek a figyelmet köszönöm, további szép napot kívánok, viszontlátásra!